Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Közmeghallgatás. A lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket a képviselőkhöz. Tófutás. Jótékony célt is szolgál a szombati sportesemény. 4 évszaka kék jelzésen. Megnyílt Ebinger Mónika fotókiállítása. Budakalász hivatalos oldalán olvasható, hogy április 27-én szerdán közmeghallgatás lesz a faluházban. A közmeghallgatás nyílt testületi ülés, amelyen Budakalász lakói közvetlenül az egyéni körzetekben és a kompenzációs listáról bekerült képviselőkhöz intézhetik a közügyekkel kapcsolatos kérdéseiket és javaslataikat. Így közvetlenül is részt vehetnek az önkormányzati feladatok meghatározásában és végrehajtásában. Az esemény 2022. április 27-én szerdán 17 órakor kezdődik a faluház nagytermében. Az egészséges életmód népszerűsítése mellett jótékony célt is szolgál a szombati tófutás Budakalászon. A szervezők tavaly egy futónőnek gyűjtöttek, idén pedig a nehéz élethelyzetbe került Dívai Ferencnek szeretnének segíteni. Az április 9-i esemény szervezői a tavalyi nagy sikerű kezdeményezéshez hasonlóan idén is jótékonysági összefogásra hívják az érdeklődőket. A könyvtár régebbi könyvei közül válogathatnak kedvükre az adakozók, illetve a művelődési ház kávézóját is üzemeltető Kalász Pékség és munkatársai gondoskodnak harapnivalóval és italokkal a támogatók számára. Az eseményt szervező Koskáró Művelődési Ház és Könyvtár mindenkit arra kér, hogy lehetőségeihez mérten segítse a nemes kezdeményezést. Köszönet mindenkinek, aki segíteni tudja a város újabb karitatív megmozdulásának sikerét. Népi hangzás, pop és világzene, versszövegek. Először hallhatta élőben a Tárkány műveket a budakalászi közönség. Pénteken a Koskáró Művelődési Ház és Könyvtárban, a hangfonosorozat keretében. Egyedi hangzás, saját dalok, át- és feldolgozások sokaságát hozta létre több mint egy évtizede a táncház mozgalomból kiindulva Tárkány Bálint. A Tárkány művek magába foglalja a magyar jazz, beat és pop egyes stílusjegyeit. Számos lemez és nagy lemez fűződik a Tárkány művekhez, aminek tagjai izgalmas zenei válogatást hoztak Budakalászra, ahol nem csak a legújabb lemezről, a Csendes folyóvízről, de a korábbi albumokról is hallható dalokat a közönség. Egy magyar népzenei alapú világzene. Vagyis hát a magyar népzenét hát így a mai zenei hatásokkal, hát hogy is mondjam, most azt akartam mondani, hogy elegyítjük, de ez igazából nem jó szó, hanem inkább az van, hogy ezek a zenei hatások jelen vannak, és akkor ezt mi így próbálunk így rendet tenni benne, és valahogy ezt így megpróbáljuk integrálni a magyar zenébe. Talán ez a jó megoldás, ez a törekvés. Bár ez nyilván nem egy zenekarnak a feladata, hanem egy komplett nemzeti kultúrának a feladata, de hát mi ezt valami ilyesmit próbálunk. Nehéz erre válaszolni, hogy ilyen szempontból milyen a zene, mert ez így van, ahogy kérdezted, hogy hát vannak olyan dalok, ahol a zene saját, és a szöveg, például vers, valamelyik költő, Adi, József Attila, Pilinszky, nagyon, nagyon sok költőt feldolgoztunk már az évek alatt. Hát van olyan, amikor saját szöveg van, és az mondjuk egy népdalra van ráillesztve, van, amikor egy jazz standard van feldolgozva, amire egy népdalszöveg van rárakva, szóval nagyon sokféle variáció van, amikor popsláger, nemzetközi popslágerre van, magyar, hát nem fordítás, de hangulatában hasonló szöveg, amit én írtam, szóval nagyon sok megoldás van, van olyan dal is, ami teljesen eredeti, olyan szempontból, hogy én írtam a zenét, én írtam a szöveget is. Tehát, hogy ez minden egyes dalnál más. A zenekar szerzeményeiben a saját szövegek keverednek a gyönyörű népköltésekkel, valamint Ady Endre, József Attila, Babits Mihály, Lackfi János, Pilinszky János és mások verseivel. A fellépéseken gyakran vendégelőadók csatlakoznak a zenekarhoz, akikkel közösen formálják az előadás dalait. Igyekeztem olyan embereket hívni így az évek alatt, akik azért olyan inspirálóak, tehát hogy akiknek a zenéjét
szeretem, szeretjük, aki valamilyen módon tud ehhez kapcsolódni, integrálódni ebben, mert azért voltak az évek alatt olyan megkeresések, amikor mások szerettek volna velünk együtt dolgozni, amire azt mondtam, hogy fú, hát ez túl távoli, nem igazán látom a közös nevezőket. Tehát mindig olyat kerestünk, akivel valamilyen személyes, művészeti kapcsolat azért ki tudott alakulni. Van, amikor az előadó kijön velünk, hogyha ő zeneszerző, akkor hozza a saját számát, vagy ötletét. Van, amikor a mi számunkhoz nyúlunk hozzá, de ahhoz ő hozzáadja a saját ötletet, tehát tulajdonképpen átdolgozunk a saját számunkat, és van olyan is, amikor meg teljesen újat hozunk létre együtt, tehát hogy ebből is, hát ez a mikor, hogy jön ki a lépés, vagy mikor mi adja magát, tehát azért ez mindig egy ilyen nyitott dolog, tehát nem lehet egy zenész megtámadni azzal, hogy na figyelj, itt van ez a dal, ebbe ezt csinál, tehát ez nyilván nem így működik, hanem úgy működik, hogy szia, mi lenne, ha csinálnánk közösen valamit, én esetleg például most pont készülünk a Petőfi akusztik felvételre, ami egy ilyen hónap múlva lesz körülbelül, és akkor arra most nem akarom lelőni a poént, hogy kikkel akarunk ott együtt dolgozni, hát lesznek ott meghívott vendégek, és hát velük is ugye ez van, hogy például az egyik srácnak elküldtem, énekes srácnak elküldtem két dalt, és neki az a két dal nem igazán jött be, és viszont cserébe meg azt mondta, hogy de figyelj, van ez a harmadik dalotok, na az nekem viszont tetszik, mi lenne, azt csinálnak. Na, jó, hát akkor csináljuk azt. Szóval, hogy ez mindig egy ilyen interaktív dolog, úgyhogy mindig ahogy ez kijön, ez a lépés, ahogy ez adódik. Ugye attól is függ, hogy milyen hangszeren, milyen ének, tehát férfi ének, női ének, már, tehát hogy nálunk női énekesek vannak, egy férfi énekes például jól tud ezzel passzolni. Ha egy női énekes van, akkor például mondjuk a mi énekeseink kicsit, akkor kiszorulnak belőle, ami nem baj egy szám erejéig, csak hát akkor megint más, tehát emiatt ez így mindig változik ez a dolog, hogy hogyan. Kedvenc hely, igen, erre azért nehéz válaszolni. Én már gyerekkoromban is gondban voltam, amikor megkérdeztek, mi a kedvenc színem, és akkor kitaláltam, hogy a kék, mert annyit kérdezték, meg utána a kamaszkoromban is gondoltam, hogy mi a kedvenc zenekarod. Arra például ki sem találtam semmit, mert már untam ezt a kérdést. Hát nehéz erre válaszolni. Én szeretem a... Hát én nagyon szeretem, amikor ilyen... Hát ilyen jó színpad technikával, jó színpadi körülmények között tudunk fellépni, ilyen kicsit ilyen színházi körülmények, jó világítás, jó hang, ez kevés helyszínen adott, szeretem ezeket egy kicsit így megszenírozni, az ilyen típusú előadásokat, az is nagyon jó, de egyébként meg nagyon szeretem a kis falusi fesztiválokat is, amiknek olyan, hát ez a kis helyi hangulata van, tehát olyan kis helyik, az ilyen egyszínpados kis fesztiválokra gondolok, ahol ugye az embert úgy szívesen látják, az egész egy olyan emberi léptékű, úgy egy kicsit olyan a közönség is, meg a rendezők is, meg a zenekarok is, egy kicsit olyan mindenkit ismer hangulat. Én azt is nagyon szeretem például. A zenekar 11 éves fennállása alatt eddig 5 nagy lemezt készített. Lemezein és koncertjein számos neves művésszel működött együtt, mint Szörényi Levente és Szvorák Katalin, Szirtes Edina Mókus, Pál István Szalonna, Miklósa Erika, Fehér Balázs, a Modern Art Orchestra, és még hosszasan lehetne sorolni a neveket. Budakalászon múlt pénteken több ismert szerzeményt játszottak a korábbi lemezekről is. Leginkább elsősorban az új lemezről, a Csendes Folyóvíz lemez, az a legutóbbi lemezünk, ez körülbelül egy éve jelent meg, arról hoztunk most dalokat. Leginkább hát, és a régi, korábbi lemezekről meg összeszedtünk olyanokat, amiket a közönség azért igazából mindig kicsit elvárt tőlünk, hogy azért eljátsszuk azokat a régi slágereket, amiket ők ismernek és szeretnek, úgyhogy azokból is hoztunk. Az énekes pacsirtánk, ő Fekete Borbála, a vokalistánk és fuvolistánk Viszkeleti Júlia, a brácsánál Fekete Márton, aki Fekete Borinak egyébként a bátyja, aztán a gitárnál Hámori Máté fog velünk muzsikálni, Lelkes Tibor, ő most ma egy vendég, ő fog bőgőzni, Lelkes Tibor, és azt hiszem, hogy már csak magamat hagytam ki,
Én magam, Tárkány Kovács Bálint fogok cimbalmozni. A hangfonó zenei sorozat a jövő hónapban folytatódik, amikor újabb zenei élményekkel gazdagodnak az érdeklődők a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. Megnyílt Ebinger Mónika fotókiállítása a Kós Károly Művelődési Házban, 4 évszak a kék jelzésen címmel. A tárlat a hobbi fotós és barátainak kék túrán eltöltött 4 évét mutatja be. A Faluház kávézójában és az emeleti kiállított térben május 6-áig tekinthetők meg a fényképek. 2 ünnepélyes megnyitót is tartottak április 1-én pénteken a Művelődési Házban. Laták Rudolf modell autó gyűjteményének darabjai, valamint Ebinger Mónika kék túrán készült fényképeit mutatták be a közönségnek. A két kiállító között baráti kapcsolat van. Rudolf több olyan túrán is részt vett, amelyen Mónika a fotókat készítette. Ez már a második kiállításom. Az első az talán 2016-ban volt. Azt mondanám, hogy akkori életműanyagom, az még a filmes géppel készült képekről. Ez most már a digitális géppel készült képeknek az anyaga, és ez most a kék túra a téma, és a barátok, akikkel együtt túráztunk, azok most el fognak jönni, megnézik a megnyitót, és remélem, hogy a vetítést is, és hogy tetszeni fog nekik. A magát hobbi fotósnak tartó Mónika egyszer már teljesítette az országos kék túrát, az átélt kalandokat pedig fényképezőgépével dokumentálta. A teljes útvonalat 2014 és 2018 között járta végig. Eleinte egyáltalán nem gondoltam arra, hogy nagy hátizsákkal fogok majd túrázni valaha is. Még bolondnak is tartottam azokat az embereket, akik cipelik a zsákot, hogy én nem fogom tudni cipelni. És az első túrára pont úgy mentünk el, hogy nem is voltam benne biztos, hogy végig tudom csinálni. Tehát bennem volt egy olyan, hogy esetleg a felénél majd megszakítjuk. De aztán végül is sikerült, tehát végig tudtunk menni. Az ötlet, van egy nagyon jó barátunk, ő is majd itt lesz, Pista, név szerint is említem. Ő mindig említette, akárhányszor mentünk tájfutóversenyre, és valahol ott voltunk egy helyen, hogy itt megy el a kék, itt mentünk, ott mentünk, mindig említette ezt a kék jelzést. És az ötletet viszont egy Tóth Viktória nevű lány adta, aki a kék néven kiadott egy könyvet, amit ő diplomamunkájának szánt, és ő egy teljesen hétköznapi ember, ő csak gondolta, hogy csinál egy könyvet, és hogy az lesz a diplomamunka, és ő is végigment. És amikor elolvastam ezt a könyvet, azt mondtam, hogy ha ő végig tudott menni, akkor én a sportember miért ne tudnék? És tulajdonképpen így kezdődött. Az első az nagyon nagy dolog volt, tehát amikor végigjártuk, sikerült, végigmentünk, mert minden egyes túra egy nagy kihívás volt. Tehát nagyon sokszor este leutaztunk, és még este egy pár kilométer sötétbe mentünk a sátorozó helyig. És nagyon sokszor sok szintet kellett mászni, nagy zsákot cipelni, tehát egy kihívás volt, igen. Most a második, már most ugye újra járom, ez már, már sokkal tapasztaltabb vagyok, tehát már tudom, hogy mi az, amit nem kell cipelni fölöslegesen, mert mindig egy csomó dolgot fölöslegesen visz az ember, tehát tudom, hogy már mennyi az a cucc. És a barátnőmmel megyünk, meg a kutyával, és ez most már egy kicsit könnyebb. Itt már tudom, hogy mire számítsak, az elsőnél azért még sokszor nem tudtam. A túrákat tájfutó barátaival közösen teljesítette. A nehéz hátizsák ellenére fényképezőgépét és fotós felszerelését sohasem hagyta otthon. Bár nem így tervezte, a kék túrázás mégis az életformája lett. Amikor kevesebben túrázunk, akkor egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap a túra. Tehát akkor nem vonja el az ember figyelmét annyira a társaság. Ha többen vagyunk, akkor azért azt már megfigyeltem, hogy akkor mindig valami történik, és nagyon sokszor ezt a fotózásra mondom, hogy egy kicsit szelektív az ember látása. Tehát lefényképezek ezt, azt, amazt, ahogy megyünk, a többiek is fotózgatnak, és a végén összevetjük a képeket, és kiderül, hogy ők egész más dolgokat láttak meg, mint én. És akkor mindig azt mondom, hogy ez hol volt? Ez amikor te ott ezt fotóztad, én akkor jobbra mentem, te balra mentél, és ők egész más láttak meg. Szóval nagyon érdekes, nagyon érdekes. Most például még egy nagyon érdekes történet, hogy újra jövünk, a másik irányból jövünk. És volt egy kálvária, amit én nem vettem észre az előző túrán, mert ahogy megérkeztünk egy útkereszteződésbe, jobbra volt a kálváriának a sora, és mi csak az első stációt láttuk, és utána balra ment az út. És most, hogy balról érkeztünk, az egész kálvária sort végig láttuk, szóval nagyon érdekes volt, hogy ott álltam, hogy én ezt a múltkor miért nem vettem észre. A Faluház még a pandémia előtt kérte fel Mónikát a kiállításra, ami idén tavasszal végre megvalósulhatott.
A túrázással eltöltött 4,5 év alatt a hobbi futós és társai összesen 68 túranapon 1431 kilométert teljesítettek. A kiállításra 40 képet hoztam el, ami hát egy kicsit ezek a, úgy mondom, hogy szociófotó, abból egy kicsit kevesebb van, természetfotóból egy kicsit több, és 3 kép van, amin összeválogattam 2-re életképeket, tehát hogy azért látszódjon, hogy túráztunk, tehát hogy nem csak úgy fotózgattam itt-ott, hanem hogy tényleg konkrétan mentünk, meg egyre összeválogattam a kéktúra jelzéseket, hogy milyen ötletes kéktúra jelzések vannak, ezt is érdemes megfigyelni a túrán, mert mindenhova fölfestik, akár még egy flakonra is, tehát nagyon-nagyon érdekes dolgok jönnek ki. Megmondom őszintén, hogy nekem ezek a szociál fotók a kedvenceim, amikor a nagyon romos házak, gyönyörű szép virágokkal mondjuk, vagy egy romos kerítés, tehát hogy én nekem ezek a nagyon avid, kopott dolgok tetszenek, akár egy gyönyörű szép faluban is, minden faluban van egy ilyen kopott ház, vagy egy kopott ablak, vagy egy... Tehát ezek a kedvenceim inkább. Ebinger Mónika fotó kiállításának megnyitójáról bővebb összefoglalót láthatnak pénteken Kultúrcseppek című magazin műsorunkban. Végül a várható időjárásról. Pénteken sok lesz fölöttünk a felhő. Napközben csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor. Hajnalban 4-10, napközben pedig 15-23 fok valószínű. Adásunk végén következzenek a főbb híreink újra röviden. Közmeghallgatás. A lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket a képviselőkhöz. Tófutás. Jótékony célt is szolgál a szombati sportesemény. 4 évszak a kék jelzésen. Megnyílt Ebinger Mónika fotókiállítása. Ez volt mai hírmagazinunk a Buda Kalászma. Híradóval legközelebb péntek este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Buda Kalászt, mert hamarosan kezdődik Fogadó Óra című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Buda Kalászon. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!